Tisza szőlősön már 12. alkalommal rendezték meg a falunapot, amely péntek délutántól vasárnap hajnalig tartott. A rendezvény része volt a Közép-Tisza vidék ízei elnevezésű fesztiválnak. Munkatársaink szombat délelőtt jártak a rendezvényen, ahol az előkészületekről, a szervezésről megkérdezték Kerekes András polgármestert. Thank you.
augusztus, csülkös káposzta, Bangó Margit. A Tisza szőlősieknek legalábbis az idősebbek számára ez volt a falunap legmaradandóbb élménye. A gyerekek a kézműves foglalkozásoknak, a gyermekműsoroknak, a huszár bemutatónak és a sokféle vásárfiának örültek elsősorban, míg a fiatalok a diszkót, a neves, tehetségkutató műsorokban feltűnt fiatal énekeseket és az utcabált várták. Úgy látom a programokból, hogy ezúttal is sikerült két naposra kibővíteni a falunapot, sőt a péntek az igen gazdag programot kínálta résztvevőknek. Pénteken mi történt, polgármester? Hát a pénteki napot azt egy nulladik napnak terveztük, és ez végül is nagyon jó sikerült. A legvégén elmondhatjuk, hogy hajnali 14:30-ig tartott a rendezvény. Hogy miből is áll, ugye itt 7 település nyert pályázatot, és itt a települések mindegyik bemutatkozik egy-egy civil szervezettel, és a tegnapi napon délután 4 óra, 5 óra fele kezdődött, és ezek a civil szervezetek bemutatkoztak, és utána, amikor vége volt ennek a civil szervezetek bemutatkozásának, ugye akkor kezdődött egy szabadtéri színház, a Kabai Nyári Színház előadásába, a István a királyt adták elő, ez már régóta terveztük, hogy ezt szeretnénk. Ez ugye most, mivel augusztus 20-án nem tartunk ünnepséget, annak tiszteletére is ugye ez az előadás megtörtént, és ugye ennek 11 óra magasságában volt vége, és mikor vége volt, onnan pedig egy retro diszkóval folytatódott, úgyhogy akinek még bizsergett a lába, ez egész éjszaka hajnal 3 óráig, 14:30-ig tudott táncolni. Valójában ez egy programsorozat, amit talán fesztiválnak is neveznek egyes településeken. Önökhöz ki érkezett, milyen szomszéd baráti települések jöttek el, és milyen céllal? Hát a mai napon és a tegnapi civil szervezetek bemutatkozása alapján ugye mondhatjuk, hogy itt volt Tisza Szent Imre, itt volt Tisza Dezs, itt volt Tisza Igar, itt volt Abátszalók, Fegyvernek, Tisza Őrs és természetesen ugye Tisza Szőlős. Tehát ez a 7 település, ugye mi közösen így nyertük meg ezt a pályázatot. Ez egyúttal egy gasztronómiai pályázat is. Volt már alkalmunk látni, ahol egy főzőversenyt, Tisza Dezsen például egy főzőversenyt is szerveztek egyúttal. Itt most ki főz, mit főz, mit lehet majd enni? Hát itt most az önkormányzatunk, ugye a mi gasztronómiánk, ugye folyamatosan már a csülkös káposztát készítünk, hát ez nyilván tekintettel arra is, hogy a nyári melegben, hogy nehogy bármi történjen, tehát ez kevésbé romlandó, tehát ez 2000 főre főzünk, és ezt ingyenesen osszuk széllyel az ide látogató vendégeknek, de ezen kívül több környező településen is főznek. Nálunk a helyi civil szervezetek, a nyugdíjas klub főz, ők egy kis sertéspörköltet főznek, a pedagógusok is kijöttek, ők töltött káposztát főznek, a fegyvernekiek velős pacalt készítenek, a tiszaigariak csirkepörköltet, van, aki babgulyást készít. Most így kapásból ennyi jut eszembe, csak én is azt mondtam nekik, hogy csodálkozok, hogy senki nem főz borsólevest, vagy tökfőzeléket, vagy spenótfőzeléket. Az otthon van ebédre holnap. Igen, hogy mindenki azért annak ellenére, hogy ilyen meleg van, mégis egy ilyen kemény, tömény ennivalókat készít. Ezek közül, polgármester úr, mi az, amit a legjobban szeretnél? Hát őszinte legyek, én nagyon szeretem a főzeléket is, de hát lehet, hogy ma én is ki fogom hagyni. Nagy valószínűséggel vagy a babgulyást, vagy a velős pacal, de természetesen a saját étkünket, a csülkös káposztát is meg fogom kóstolni. Beszéljünk a mai napról, a szombati napról. Mi minden szórakozást tudnak nyújtani? A mai nap reggel már
egy huszár felvonulással kezdtük a településen, tehát egy őrjárat címszó alatt körbejárták a huszárok a település utcáit, felhívva erre a figyelmet, hogy jöjjenek ki, és akkor itt lesz tovább folytatás. Most épp jelenleg folyamatban van egy huszár bemutató, azon kívül egy fogadhajtó bemutató is a településen. Későbbiek folyamán majd szeretnénk esetleg ugye akár egy ilyen fogadhajtó versenyt is megrendezni, mivel van most már a településünkön egy lovas klub, és ugye ennek a szervezésén belül talán majd jövőre vagy következő évre meg tudjuk valósítani. Utána, amikor ennek vége lesz, akkor ugye délben már dél környékén fogunk járni, és az első műsorszám az Bangó Margit Kossuth-díjas érdemes művésznőnek a Jó ebédhez szól a nótája, és utána pedig majd a különböző rendezvények. Tehát úgy próbáltuk összeállítani, hogy minden korcsoportnak, minden érdeklődési körnek megtaláljuk a szórakozását. Tehát így lesz például többek között ugye Olai Bolya, a nevesebbeket mondanám csak, Kálei Szandels András, és akkor a Hungária Tribut együttes, és este meg lesz a Angyal Zoltánnak egy motoros bemutatója, ez éjszaka lesz, tehát egy látványos showműsor lesz különböző tüzes jelenetekkel, ez a főutcán lesz megrendezve, természetesen este folyamán tűzijáték lesz, és utána valóban megint folytatjuk a tegnap estit, úgyhogy hajnali tartó utcabál tartunk. Ez már a 12. falunap, úgyhogy gyakorlatuk biztosan van abban, hogy hogyan kell megszervezni. Mikor kezdenek hozzá a szervezéshez? Mennyi idővel előtte kell ezt a másfél napot megszervezni? Hát ezt érdekes, amit most mondok, mert sokszor, ugye, meg nem csak sokszor, hanem mindig a pénztől függ. Tehát itt is ugye attól függött, hogy megnyerjük-e ezt a pályázatot, vagy nem nyerjük. Mennyi lesz a pénz, mert hát annak függvényében tudunk ugye nevesebb művészeket hozni. Elnézést kérek. Tehát ezek a neves művészek ugye nyilván már éves szinten hamar lekötik, tehát mi is próbálkoztunk másokkal is, de most végül is ezeket sikerült. De hogyha azt nézzük, hogy mikor kezdjük el, valójában az körülbelül 2-3 hónappal előtte elegendő ahhoz. A pályázatot igaz, hogy már tavaly megírtuk, és abban bíztunk, hogy meg is fogjuk nyerni, és annak a tudatába választottuk ki ezeket a művészeket. Megkérdezhetem azt, hogy mennyi pénzt nyertek a pályázaton, tehát mennyibe kerül egy ekkora falunapnak a lebonyolítás? Természetesen, ugye ez nem titkos, sőt nyilvános, ugye 6,5 milliót nyert az önkormányzat pályázaton. Hát az az igazság, hogy még sok olyan dolog volt, amit azért az önkormányzatnak is hozzá kellett tenni, tehát még egy olyan 2 millióval, tehát mondhatom, hogy a két nap az egy olyan 8,5 millió forintba kerül összesen. Kap-e polgármester úr valamiféle visszajelzést a program sikeréről? Mivel voltak elégedettek az emberek, mivel nem? Jól laktak-e? Jutott-e mindenkinek csülkös káposzta? Igen, hát azzal kapok visszajelzést, hogy ugye megköszönik az emberek, meg megveregetik az embernek a vállát, meg próbálnak meghívni mindenki egy felesre, vagy egy sörre, hogy gyere, hogy megköszönjék. Ugye ez nagyon nehezen lehet neki ellenállni, de azért megpróbálunk, hogy azért talpon maradjunk egész éjszaka, úgyhogy mindenféleképpen mondják és biztatnak az emberek, hogy továbbra is próbáljuk ezeket megtartani, és minden évben legyen ilyen. Ennek a rendezvénynek nem csak az a lényege, hogy szórakozzunk, hanem ennek már szinte van egy család egyesítési program is, ugyanis ilyenkor jönnek haza, akik elmentek, fiatalok, hogy a szülőkhöz is hazalátogatnak, ilyenkor jönnek haza, hozzák haza az unokákat, és ilyenkor találkoznak a családok, és akkor ezt összekötik azzal, hogy egy szórakozási lehetőség is van, és kijönnek. Ez az augusztus eleje egy nagyon jó időpont, mert azért az emberek többsége már ekkor valamiféle vakációt vagy szünidőt tervez, és gondolom a fiatalok is haza tudnak azért jönni, meglátogatni anyut, aput, nagymamát. Igen, természetesen, sőt, aki a mezőgazdaságban dolgozik, már ilyenkor befejeződnek az aratások, és itt van egy pár hét, ami fellélegzik, és valóban, ahogy tetszett mondani is, ilyenkor vannak a szabadsági idők is. Engedjen meg, mivel nagyon régen találkoztunk, csak a hivatali munkájáról is hagyd kérdezzem. Nagy-nagy tervekről számolt be nekünk, amihez már a forrás is megvan a településen. Mi az, amiben sikerült előbbre lépniük? Mi az, amit sikerült megvalósítaniuk a település javára?
Hát egyelőre a pénzt azt lekötöttük, azt nem költöttük el. Jelenleg a tervezés van folyamatban, ugyanis az önkormányzatok nem szeretné 100%-os önerővel megvalósítani. Várjuk a 2014-2020-as időszakot, amikor uniós forrásokból próbálunk előteremteni, és így úgy gondoljuk, hogy ezt a pénzösszeget, ha önerőként használjuk, akár meg tudjuk tízszerezni is. Emlékszem rá, hogy nagyon hangsúlyozta a korábbi riportban azt, hogy a településnek meg kell próbálni önállóvá válni. Változatlanul ez a célkitűzés, illetve hát minél több pályázati pénz elnyerése mindehhez, hogy önálló legyen a település. Igen, természetesen továbbra is ez a cél, és úgy gondolom, hogy most már nem csak cél, hanem ezt meg is tudjuk valósítani, mert a anyagi hátterünk biztosította ehhez. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó időt töltött és jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen.